Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvőket is. Én Barta Tusek Nébolya vagyok, mi vagyunk a PPH egyik igazgató házaspárja. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Barta Tusek János vagyok. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunortrade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és ember ismeretfejlesztő képzésén vesznek részt, akik néznek minket élőben és szerte a világon mindenfele. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom az eredendően vasesztergályos volt, hamar kiderült, hogy nem nekem való a szakma. Aztán meg belepróbálkoztam vagy 13-14 szakmába, míg végül spirituális útra tévedtünk 2007 környékén. Mivel egy alapos ember vagyok, felkutattunk mindent, ami Magyarországon felelhető volt, minden irányzatba elmentünk, beszéltem a vezetőkkel, személyesen, és igyekeztem minden témába mindenkinek úgy belásni magam, hogy értsem, hogy ő miért azt gondolja, amit gondol, és miért arról tanít, amit mond. Egy idő után úgymond sok lett, elég lett az egészből. Nem is vagyok egy olyan ember, aki sokáig tud egy helyen lenni, hanem még többet és még többet szerettem volna témából tudni. De rájöttem, hogy nincs tovább lépés, és mondtam a feleségemnek, hogy ebből ennyi elég volt, többet nem megyünk sehova, majd mi kiokoskodjuk, hogy legyen a jövő. És amikor én ezt kigondoltam, akkor egy hétvégén, egy 2014. október hétvégén rákattintottam egy Facebookos reklámra, ami már akkor is PPH-s reklám volt, tehát 2014-ben, az már nem most volt. És ilyen kicsit hitetlenkedve, nagy örömmel láttam, hogy létezik egy ilyen akadémia a világon. Rákattintottam, megnéztem a fényképeket, megnéztem Szedlacsik Miklóst, irodát felhívtam, beszéltem a Szedlacsik Mariannal a párjával, és két hét gondolkodás után befizettem a tandíjat. És életem egyik legjobb döntését hoztam meg ezzel akkor, csak akkor még nem tudtam. Mint ahogy most is sokan ugye hallgatnak minket, és itt dilemmáznak rajta, hogy jaj, hát el kéne kezdeni, meg hogy kéne, de hát olyan sok, meg néha nem tetszik, amit mond a Miklós, ja Istenem, az is milyen lehet. Közben egyébként mindenben igaza van, és akik itt tudják, akik már itt vannak régebb óta, hogy minden úgy van, ahogy mondja. Néha azt mondhatjuk, hogy sajnos, mert ugye jobb lenne a világ, jó fele menne, de hát jobb felkészülten várni egy rosszabb helyzetet, mint nem tudni róla, és én azt látom az emberekből, hogy előre fele menekülnek a félelmeikkel. Bele is kezdtünk már abba, hogy mit lehet itt tanulni, ugye? Szerintem nincs még egy ilyen rendszer, ahol 25 nagy témakörben lehet tanulni több éven keresztül egy nagyon jó csapatban, sőt, saját csapatot lehet alakítani. Nem tanítják se, hogy az ember hogy bánjon így a párjával. Nagyon lényeges. Ugye önmagam, szerintem a két legkényesebb téma önmagammal meg a párommal való bánásmód. A többi már smafújász képest. Persze, hogy fontos, hisz az életünket együtt éljük le. És hogyha nem jó, akkor az mindenre kihat. Tehát szerintem az életünk egyik legfontosabb dolga a párkapcsolat. Én úgy gondolom. És ugye a másik lehetőség az, hogy az idejövő hétköznapi emberek felfejlődhetnek annyira, hogy már nem hétköznapi tudással rendelkeznek, és tudnak bánni másokkal, és ebben segít a Szedlacsik Miklós, vagy a vezetők, hogy te is elérhesd, azt lehet mondani, hogy az álmaidat. Egyébként az emberek álmai ugye nagyon szerteágazóak, de szerintem mindenki nyugalmat szeretne belül. Meg biztonságot, ami belülről sugárzik, hát azt itt meg lehet kapni. Ez így van. Az én civil foglalkozásom ellenőrgen kereskedelmit végeztem. Mára már viszont, mint hogy a párom elmondta, a PPH-val foglalkozunk. Gyulán élünk. Házasságban van egy 14 éves lányunk. Én annak idején azért kezdtem el a Nyílt Akadémiát. Párom már nagyon elmondta, hogy nagyon sok fele voltunk. És igazából mi azért mentünk el képzésekre, próbáltunk tudást szerezni, mert problémáink voltak az életünkben. Tehát nem csak párkapcsolati, hanem szerintem minden, ami az életünkhöz tartozik. Ez legyen anyagi, legyen családdal, tehát mindenféle problémáink voltak. És igazából nem, hogy jobb lett volna, hanem egyre több problémánk lett.
És amikor ő ide megtalálta a Nyílt Akadémiát, én akkor még nem csatlakoztam, mert azt mondtam, hogy minek menjek, hisz eddig se tudtuk megkapni azt, amit szerettem volna, és én megmondom őszintén, hogy úgy valahogy besokaltam. És aztán volt lehetőségem hallgatni a képzéseket, tehát a tanulás részét is, és azt mondtam, hogy itt az az a hely, ahol meg fogom kapni azokat a módszereket, és azt a mestert, aki valóban olyan tudást ad át nekünk, amivel egy boldog életet tudok élni. És valóban az a legjobb itt, hogy itt nem csak a tudást, hanem kapunk hozzá módszereket és lehetőséget, mivel, hogy párom már mondta, itt az embernek lehet csapata, és ahol a gyakorlási lehetőség. És rájöttem, hogy ez hiányzott nekem mindenhonnan, mert egyszerűen kaptuk a tudást, oké, de nem tudtuk sehol azt úgymond gyakorolni, hogy az hogy is, vagy hogy tudjam azt az életembe beépíteni, és itt megvan rá a lehetőség. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani, akiről eddig beszéltünk, Szedlacsik Miklós. Előadunk egy olyan mester, akinek tudása, képessége, tapasztalatai páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygón. Ez talán egy kicsit meredeken hangzik, hogy ugye, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. De mi megtapasztaltuk itt az utóbbi 7 év alatt, hogy valóban bármilyen szituáció keletkezik a világban, akkor el tudja nekem úgy mondani, hogyha nem is értettem hozzá, onnan elkezdem érteni. És belelátok abba a dologba. Én például sikeresen veszélybe sodortam a családomat egy banki kölcsönnel, majdnem kisemlíztek minket. Elképesztő jól jöttünk ki belőle a végén. Nagyon jó. Én se hittem volna, hogy olyan jó lesz. És ezt is a Szedlacsik Miklósnak köszönhetjük. És bármi, ami a világon történik, ő elmondja, elmagyarázza, összefüggéseket, mondjuk a bemutató részbe szokott összefüggéseket felállítani, onnantól érthető az ember számára. Szóval ez valami elképesztő. A vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jön és tartsa meg a mai képzést nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Na nézzük meg gyorsan, hogy mivel is foglalkozunk. Képzéseink vannak, de a képzéseken belül coach képzéseink. A coach azt jelenti, hogy ember és élet jobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Miért vannak képzéseink? Én emberek képzésével foglalkozok 93 óta, és rájöttem, hogy nekem ez a küldetésem. Tehát, hogy én olyan tudást adjak át, amit az emberek tudnak hasznosítani. Egy, hát én úgy gondolom, hogy egy fontos cél talán a bolygó történetében, illetve ennek az emberiségnek a történetében talán legfontosabb cél, hogy egy olyan társadalmi forma jöhessen létre, ahol az emberek nem elnyomják egymást, hanem képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. És ezt meg lehet valósítani, de ehhez tudásra van szükség, méghozzá olyan tudásra, amit az emberek a mindennapokban tudnak használni. És ugye ez a fajta képzés, amit művelünk, ezt
kezdtük 12 évvel ezelőtt, és ugye folyamatosan maga a tudás az fejlődik, és olyan szintre fejlődik, hogy bárki, aki szeretné, hogy ő saját maga fejlődjön, az képes legyen majd bekerülni az aranykorba. Tehát az aranykorba csak azok az emberek kerülhetnek be, akik képesek elnyomásmentesen, boldogságban, szeretetben, békében együttműködni másokkal. Tehát abban, hogy ez megtörténhessen, hát nem csak a földi emberek segítsége szükséges, hanem ebben segítenek a földön kívüli, mondhatjuk azt, hogy isteni lények, akiknek mondhatjuk azt, hogy a gyermekei vagyunk, és mint gyermekeket felügyelnek minket. De ideje lenne nekünk is, mint emberiségnek, felnőtté válni. Tehát felnőtté válni. Tehát mit jelent az, hogy felnőtté válni? Tehát képesek legyünk úgy működni, ahogy ők odafent működnek, vagy itt a bolygónkon mondjuk az angyali lények működnek. Tehát ettől még ugye az emberiség egy kicsit távol van, és ezt nem is fogja mindenki megélni, hogy képes legyen ilyen fajta működésre, de ugye ez a fentiek terve, és ezt a tervet közvetítik rajtam keresztül az emberiség számára, illetve az emberek számára. Ami azt jelenti, hogy ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor ez a bolygó a jelenlegi emberiség számára nem lesz élhetővé téve. Ami annyit jelent, hogy ha olyan szinten eluralkodna a rossz, mint amilyen irányba most halad az egész, akkor gyakorlatilag ez a bolygó a fentiek számára mint rezgés útban van. Oké? És ha fentiek számára egy bolygó útba van, már volt ilyen a naprendszerünkben, hogy fogtak és egy bolygót felrobbantottak. Ez a Mars és a Jupiter közötti bolygóról van szó, ami most kis bolygó övezet. És ha a bolygóra nem volt szükség, felrobbantották, és ez a bolygó akkor fog túlélni, hogyha az emberiség képes arra, hogy, illetve mondhatjuk azt, hogy az emberiség, aki akar az aranykorba bekerülni, az képes lesz arra, hogy egy magas rezgés produkáljon. Miért? Mert ezen a környéken, ahol már a naprendszerünk van, az univerzum ezer részén, ott magas rezgésű létformák léteznek. És az emberiség rezgése az most nem emelkedik sajnos, itt az elmúlt három évben látni nagyon, hogy az emberiség rezgése hát csökken. De miért? Sok-sok éve mondom, akik régen tanulnak nálunk, vagy régen hallják az én tanításaimat, hallották tőlem azt, hogy nagyon sok ember akkor jut a tudatára annak, hogy az anyag nem minden, hogyha az anyagban csalódik. Na most ahhoz, hogy csalódjanak az emberek az anyagban, a most időszakát éljük. És ha eddig nem csalódtál az anyagban eleget, akkor majd most fogsz. Oké? Majd most fogsz. Az mit jelent? Hogy gyakorlatilag a bolygó 97%-a, mármint úgy értve a bolygó lévő emberiség 90%-a, az, hogyha nem lép
akkor a létminimum alá fog süllyedni. Oké? Tehát mit jelent a létminimum alá süllyedés? Az azt jelenti, hogy az emberiség nagyobbik része a létminimum alatt él jelenleg is, de az azt jelenti, hogy a nyugati társadalom is a létminimum alá fog süllyedni. Oké? És az azt jelenti, hogy csak azok az emberek fognak túlélni, akik képesek másokkal elnyomásmentesen együttműködni. Tehát ugye réges-rég mondom azt, hogy ahhoz, hogy egy ember szellemileg nyitottá váljon, ahhoz nagyon nagy nehézségeken kell keresztül mennie. És a nehézségnek két útja van. Tehát mikor egy ember nagy nehézségen megy át, két útja van. Az egyik a halál, a másik pedig az a hit, ami ahhoz kell, hogy ő elkezdhessen fejlődni. Na most az Istenében vetett hit nélkül az ember nem tud az élete minden területén fejlődni. Mit jelent ez, hogy élete minden területe? Itt van 10 életterületed, aminek van egy igen érdekes életterülete, az Istened. Tehát az is egy életterület, hogy mennyire tudsz vele kommunikációba és együttműködésben lenni a saját Isteneddel. És ha megnézed, minden terület akkor működik az embernél, bármelyik területre ránézel, hogyha az egyén képes az együttműködésre. Tehát nézzük meg, együttműködésre önmagaddal. Amikor nem ellensége vagy önmagadnak, hanem barátja vagy önmagadnak. Mai világban a legtöbb ember a szó szerint ellensége saját magának. Gondold végig, rombolja a saját szervezetét különböző olyan dolgokkal, amivel lehet rombolni a szervezetet, akkor leértékeli az ember saját magát, nagyon sok ember saját magát. Tehát ami azt jelenti, és mondhatnánk, sorolhatnánk, és csak most két példa, hogy az emberek még saját magukkal sem tudnak együttműködni. Nem jól működnek együtt a párjukkal. Na akkor megkérdezném, akinek van párja, az rendszeresen, napi szinten együttműködik a párjával? Tehát napi szinten. Na ugye az fontos lenne, hogy napi szinten működj együtt a pároddal. Oké? Na most ahhoz, hogy két ember együttműködjön, tehát gondold végig, még az is probléma, hogy egy ember önmagával együttműködjön, akkor mennyivel nagyobb probléma, ha egy másik emberrel kell együttműködni. Hát nem tudnak együttműködni, ezért mit csinálnak egy idő után? Elválnak. Minél inkább nem tudnak együttműködni, annál hamarabb elválnak. És annál boldogtalanabb a párkapcsolatuk. Vagy nézzük tovább. Szülőkkel kell együttműködni? Hogy ne kellene? Gyerekekkel kell együttműködni? Hogy ne kellene? Nézzük tovább. Más emberekkel? Hát ha más emberekkel nem tudsz együttműködni, akkor hogy kapsz elég cserét ehhez? Tehát ha munkád olyan, amiben nem akarsz együttműködni másokkal, akkor hogy lesz ez a harmadik? Tehát ez a három, ha megnézitek, nagyon nagy mértékben összefügg. Tehát az, hogy itt legyen csere alapod, ugye a
csere alap az a pénz, hogy legyen csere alapod, az nagyon jól kellene tudni együttműködni másokkal. Vagy rosszul látom? Akkor nézzük tovább, környezeteddel. Hát az egy együttműködés, hogy az ember vigyáz a környezetére és nem feléli a környezetét. Tehát én egy olyan gyerekkorban éltem még, amikor itt a külvárosban, akkor is ugye a 15. kerületben laktam, meg azóta is, a külvárosi részben minden kertben voltak fák. Fák. Most a legtöbb kertben tujafán kívül másfa nincs. Érted? De a tujafa nem arról híres, hogy nagyon termelne oxigént, meg borzalmas jó energiákkal rendelkezne, mint növény. Oké? Tehát lényeg az, hogy a környezetünkkel együtt kell működni. Tehát az emberek, ha megnézed, az elmúlt 40 év során inkább felélték a környezetüket, mint hogy gyarapították volna a környezetüket. Tehát most gondold végig, én a gyerekkoromban ránéztem a budai hegyekre, az zöld volt. Ma a budai hegyek nagy része tele van épülettel, nem zöld területekkel, hanem épületekkel. Tehát kivágták a zöldet, érted? Kivágták a fákat, és épületeket húztak helyette. Miért nem volt jó nekik lenn a hegylábánál, érted? Vagy miért nem volt jó nekik máshol? Miért pont azokat a zöld részeket kell felélni, érted? Ami az oxigént termeli. És akkor utána csodálkozunk, hogy nincs elég eső. Érted? Mert ott van sok eső, ahol sok a fa. Oké? És minél nagyobbak a fák, és minél sűrűbben vannak, és minél több van egy területen, annál inkább van azon a területen eső. Tehát gondold végig, hogy az emberek mennyire tudnak együttműködni a saját környezetükkel. Hát az emberek jó része feléli a saját környezetét, nem együttműködik vele. Megyünk tovább, hatóságokkal. Az, hogy a hatóságokkal egy embernek jó viszonya legyen és együttműködő legyen, az egy fontos dolog, hogy ne kelljen félni a hatóságoktól. Tehát ami azt jelenti, hogy alap dolog, hogy az ember ne keressen olyan lehetőségeket, amivel minél kevesebb adót fizet. Érted? Sok ember úgy él, hogy nem is fizet semmilyen adót, és ugye az a tevékenység, mivel illegális, ezért ugye adómentes. Tehát illegális tevékenységeket folytatnak. Mások ilyen fél illegális tevékenységeket, ami azt jelenti, hogy minél kevesebb adó. Tehát én kipróbáltam azt a 90-es években, hogy úgy működni, hogy minél kevesebb adót fizetni. És kipróbáltuk azt 2000-től, hogy rendesen megfizetni mindent, amit csak lehet az államnak. És szerinted melyik a jobb? És mikor lett több pénzünk? Így van. Nem abban az időszakban, amikor adót akartunk megtakarítani így úgy amolyan formában. Nyilván, amit tisztán legálisan meg lehet csinálni, azt meg lehet csinálni. De ami már csak ilyen féllegális, azt előbb-utóbb az állam úgyis becsukja, mint kiskaput. Világos ez? De akkor azt mondod, de addig kihasználtam. Aha, és a váltás neked sokkal többe fog kerülni. Érted? Bármilyen váltás, az bármilyen ember működését, vagy vállalkozás működését megsínli. Érted? Tehát az ember, mondok példát, mi nem használtuk ki a katát, pedig kezdettől fogva ki lehetett volna használni. Nem érdekelt minket a kata. Mi rendesen adóztunk cégként,
érted? És sokkal jobban jártunk így utólag értékelve, mint hogyha kihasználtuk volna a katát, pedig ki lehetett volna, de eszem ágában sem volt. Világos ez? Mert ahhoz váltást kellett volna csinálni. Világos ez? Váltás akkor, mikor a katát behozták, és váltás most, mikor a katát szigorították. Világos ez? Tehát az embernek jól kell együttműködni a hatóságokkal is, mert ez egy alap dolog, hogy semmilyen félelmed a hatóságokkal szemben ne legyen, és semmilyen aggályod se legyen, meg semmilyen hátralékod se legyen természetesen. És akkor van még egy terület, ugye ez az Istenet területe, na ott kezdődik a probléma, ha valaki nem hisz ebben. Miért? Gondold végig. Ők, ha nem lennének, te nem működnél most itt, mint ember. Oké? Tehát az, hogy te megszülettél, az az ő művük. Ami annyit jelent, gondold végig, hogy mielőtt leszülettél, mint lélek, te az ő segítségükkel kiválasztottad a küldetésedet, és minél jobban eltérsz a küldetésedtől, annál több problémával találkozol, találod szembe magadat az életedben. És arra is gondolj, hogy kiválasztottad a szüleidet. Érted? Te választottad ki a szüleidet. És azt is kiválasztottad, hogy milyen élethelyzeteket fogsz megélni, és mihez, milyen energiákkal fogsz rendelkezni. Ezt még azelőtt, mielőtt törölték volna a tudatodat, azelőtt kiválasztottad. Na most, hogy rendelkezz azokkal az energiákkal, ami a küldetésed eléréséhez szükséges, ezáltal meghatározott napon kellett megfogannod, és meghatározott napon kellett megszületned. Érted? Na most gondold végig ezt, ha nem hiszel Istenben, akkor ki csinálta meg? Illetve az Istenedben nem hiszel, akkor ki csinálta meg? Oké? Tehát például mi tanulunk olyan dolgokat, hogy mondjuk 5 perc alatt meg tud állapítani, hogy kinek mi a küldetése. Érted? Mondom, 5 perc alatt. A születése alapján. A születési dátuma alapján. Érted? Hogy mi a küldetése. Hogy mit vállalt be azelőtt, mielőtt megfogant volna. Érted? Akkor azt is meg tudjuk mondani ebben az 5 percben, hogy milyen feladata van az illetőnek, tehát milyen feladatban érezni a legjobban magát, ami leginkább a küldetése felé vinné. Azt is meg tudjuk mondani ebben az 5 percben, nyilván a megmondás az több, csak meg tudjuk állapítani 5 perc alatt. Azt is, hogy az illető milyen energiákkal nem rendelkezik, milyen energiákkal rendelkezik. Tehát magyarul maga az illető milyen energiákat választott a küldetésének a végrehajtásához. És milyen energiákkal nem rendelkezik, és milyen módon kell neki létrehoznia, megtanulnia, létrehoznia azokat az energiákat, amivel nem rendelkezik. És ezt mondom, 5 perc alatt meg tudjuk állapítani. Na most azért ugye megkérdezném még egyszer, hogyha ez előre nem volt megszervezett, gondold végig olyan szinten, hogy abban a pillanatban, amikor megfogantál, akkor jött le a bolygóra a lelked.
addig nem volt a bolygón. Világos ez? Isten nélkül, az Istened nélkül ez hogy történhetett volna meg? Tehát a fogantatás pillanatában, tehát magyarul előre tudták, mikor fogansz meg, és előtte neked ki kellett választanod a családodat, előtte ezeket a dolgokat meg kellett csinálnod, amit elmondtam, oké? Előtte, és még előtte, mielőtt lejött a lelked, kellett egy tudattörlést csinálni. Az összes tudást törölni kellett, ha az összes tudást a lélekből törlik, akkor marad a tiszta szeretet, semmi más. Oké? Tehát a tiszta szeretet és a szeretet alapon működés. Ez marad, semmi más. Na most gondold végig, ezt mind megcsinálták azelőtt, mielőtt megfogantál. Honnan tudták, hogy mikor fogsz megfogadni? Te tudtad volna, hogy mikor fogansz? Ki van csukva? Ehhez egy szuper intelligencia kellett, hogy pontosan tudják, hogy mikor fogansz meg. Világos ez? Nem kell bennük hinni, csak tudod mi a baj, ha nem hiszel a saját Istenedben? Az, hogy az egy baromi nagy ostobaság. Miért? Mert az Istened abban segít, hogy a küldetésedet meg tud valósítani, tehát azt, amit bevállaltál születésed előtt, végig tud csinálni, érted? Ebben segít, ebben a vezető, ő a vezető, a segítőként vezető, nem közvetlen segítséget nyújt, fizikai segítséget nem ők nyújtanak, hanem az angyalok, azok a beosztottak, csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, a főnök az Istened, oké? Aki nincs a bolygón. Ha le kell jönni az Istenednek, az már elég nagy baj. Jó? Szóval ő neki nincs itt, de vannak beosztottjai, akik angyalok. Azért mondom, hogy beosztott, mert a földi nyelvben ez ugye érthetőbb, hogy beosztott. És az angyalok rendezik a sorsodat. Tehát amikor azt mondja egy ember, hogy na ez a sorsom, na azt éppen az angyalok szervezték meg, oké? És méghozzá az Istened utasítására. Csak ez sem jó kifejezés, csak azért van így fordítva, hogy az utasítására, hogy mindenkinek egyértelmű legyen, oké? Szóval lényeg az, hogy most gondold végig, ők segítenek abban, hogy a küldetésed felé haladj, és segítenek abban, hogyha az a kérés, amit szeretnél valamilyen formában segíti a te küldetésedet, akkor segítenek abban, hogy a kérésed megvalósuljon. Világos ez? Nem kell hinni bennük, de akkor nem is fogsz kérni, és látszatra úgy fog működni az életed, mintha szerencse alapon működne. Oké? És ezért vannak emberek, akik nem hisznek a saját Istenükben, aki az egyik azt mondja, hogy én olyan szerencsés ember vagyok, a másik meg azt mondja, hogy én meg olyan szerencsétlen. Oké? De az élet az nem szerencse kérdése abban az esetben, hogyha az ember tudja azt, hogy van egy saját Istene, és tudja azt, hogy az tud nekünk, neki, az itt adott illetőnek segíteni. Érted? És most gondold végig, melyik a jobb? Egy olyan életet élni, ahol a szerencse az, amitől függ az élet, vagy az, amikor az ember kérhet és kap segítséget. Világos? De mondom, akkor kapsz segítséget, hogyha az a kérés valamilyen formában támogatja a küldetésed felé haladást. Világos ez? Tehát ezért, ha valaki tanul, akkor jó, hogyha ismeri a küldetését, és gondolkodik, hogy vajon az a kérés, vagy az a cél, amit szeretnék,
az támogatja a küldetésemet, vagy nem támogatja a küldetésemet. Oké? Tehát a küldetés, csak hogy tisztázzuk, a leges, legnagyobb cél az életben. És a küldetés soha nincs befejezve. A befejezés a küldetésnek az az adott illető elhalálozása. Oké? Jó? Tehát én a küldetésemet élem, de nincs befejezés, csak akkor, amikor majd kilépek ebből a testből. Világos ez? No, akkor nézzük tovább. Tehát itt van 10 terület, és ez a 10 terület, ez mindben szükséges az együttműködés, de milyen együttműködés? Hát gondold végig, ha egy ember leértékeli önmagát, az nem együttműködés, az elnyomás. Érted? Tehát elnyomásmentes együttműködés minden területen. Miért kell az elnyomásmentesség? Van egy szabály ezzel kapcsolatban, ez a szabály a következő. Ott, ahol az emberek nem boldogok, ott az elnyomók bőszen tevékenykednek. Oké? De ez egy szabály. Tehát, ha nem lennének elnyomók, akkor te egy boldog ember lennél. Sőt, mindenki boldog ember lenne, ha nem lennének elnyomók. De a bolygó 20%-a elnyomó. Az emberiség, nyilván most emberiségre vonatkozik, nem a bolygóra, az emberiség 20%-a az elnyomó. Oké? És a 80% pedig nem elnyomó. Az azt jelenti, hogy a 80% a szociális indítatású személy, a 20% pedig antiszociális indítatású. Oké? És ez mióta ez az emberiség van, azóta ez így van. Oké? És ez így is lenne a jövőben. De hallottál egy olyat a múltban, hogy világ vége. A világ vége az megtörtént. A világ vége az 2012. december 22-én volt. Akkor volt a világ vége. Tehát addigra kellett volna ezen a bolygón aranykornak lennie. Oké? És már aranykorban kellene élnünk. Az aranykor, még egyszer visszatérve, csak hogy tiszta és világos legyen, az emberek képesek az aranykorban szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni. Oké? Tehát már egy ilyen társadalmi formában kellene élnünk. Tehát örülj, hogy élsz, mert nem csináltak világ végét a fentiek. Csináltak 6-szor már világ végét. Oké? Mert volt 6 emberiség már ezen a bolygón, és 6-szor volt világ vége ezen a bolygón. Örülj, hogy élsz. Oké? És örüljünk neki, hogy nem lett világ vége. De akkor is szabtak egy határidőt, ez a 2035. január 1. Oké? Tehát 2035. január 1-re aranykornak kell lennie ezen a bolygón. És miért nem volt világvége? Mert az emberiség 80%-a a szociális. És azon belül, a szociálison belül, van ugye a teljes emberiségnek körülbelül a 30%-a, az azt jelenti, hogy a szociális embereken belül a 70 aránylik a 30-hoz, vagy a 30 a 70-hez, akkor annak a durván több mint
mennyi? Azt mondja, hogy több mint 4 milliárd. Több mint 80%-nak a 30%-a 2,4 milliárd. Na, tehát ez 2,4 milliárd ember. 2,4 milliárd ember van, akiben benne van az, hogy tenni azért, hogy legyen egy jobb világ. Érted? És bennük van az is, hogy hajlandók is tenni. Tehát gondold végig, azt mondja, hogy a 8 milliárdnak a 80% az 6,4 milliárd, abból ugye az egész emberiség 40% az 3,2 milliárd, az hiába szociális ember. Egyszerűen tudod milyen? Várok a sült garamra, hogy a számba repüljön. Érted? Ami azt jelenti, hogy kicsit durvábban fogalmazva, lusta. Lusta. És azt akarja, hogy majd más kikaparja a gesztenyét. Érted? De hála Istennek van egy gyakorlatilag 24, 2,4 milliárd ember, akiről a fentiek tudják, hogy képesek arra, hogy tegyenek. Nyilván van, aki kisebb mértékben, van, aki nagyobb mértékben, nem egyformán. Oké? És na ezért nem lett világ vége. Világos ez? Emiatt a 2,4 milliárd ember miatt. Oké? De nem tudom, tudod-e, hogy a bolygónak hány százaléka az, tehát az emberiség hány százaléka az, amely nagyon tud tenni. Ez a 4 százalék. Tehát a 4%. Tehát 4% az azt jelenti, hogy akkor az mennyi a 8 milliárdból? Nem a 8 milliárdból. A 84, 32. Tehát a teljes 8 milliárdból van a 4%. Nem a 6,4-ből? Nem. A teljes. Nem baj, akkor is a teljesből van a 4%. Az azt jelenti, hogy az 84-32, 320 millió ember. Oké? Tehát ma a bolygón ahhoz, hogy aranykor lehessen, 320 millió vezetőre van szükség. És ezt a fentiek tudják, hiszen ők súgták ezeket az adatokat. Oké? 320 millió olyan emberre, aki vezetné a többit. Mennyit? Hát bízunk benne, hogy ugye van az a 2,4 milliárd, meg összességében ugye a 7x8,56, az 5,6 milliárd, hogy bízunk abban, hogy az a 5 milliárd, 5,6 milliárdból 2,4 milliárd, az 3 milliárd 200 millió csapódni fog. És az mit jelent, hogy csapódni fog? Az azt jelenti, hogy elkezd ő is fejlődni, tanulni. Érted? Mi van, ha nem? Tehát a fentiek gondoskodnak arról, hogy azok, akik nem akarnak bekerülni az aranykorba, vagy nem tesznek azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba, mert ugye ez két gondolat. Az egyik az, hogy az egyik azt mondja, hogy akarok, de nem teszek érte. A másik meg akarok bekerülni, de teszek is érte. Tehát az, hogy valaki be akar kerülni, de nem tesz érte, az semmivel nem jobb, mint az, aki azt mondja, hogy nem akarok bekerülni. A fentiek gondoskodnak arról, mivel ők az élet urai,
hogy ne éljék meg az aranykort. Világos ez? És ha megnézed, az egész bolygón egy olyan világ kezdődött el 2020-szal, hogy elkezdett növekedni a halálozások száma a bolygószinten. És minél rosszabb és rosszabb hangulatba kerülnek az emberek a külső körülmények miatt, annál hamarabb halnak meg. Világos ez? Tehát például egy depressziós embernek, ha te azt gondolod, hogy sok van hátra, akkor nagy tévedésben élsz. Egy tartósan depressziós embernek gyakorlatilag nem sok van hátra. Világos? És nagyon sokan haladnak a depresszió irányába. Oké? És gondold végig, egy milyen világba érkeztünk, ahol ha te nem csinálod olyanná az életedet, hogy képes legyél az életednek a saját életednek a kezed, tehát a saját életedet, hogy a kezedbe tartsd, és vezesd a saját életedet, ha erre nem vagy képes, nem leszel képes hamarosan, akkor te írtó nagy bajba kerülsz. Oké? Tehát szó szerint. Tehát ez nem fenyegetés. Egy olyan gazdasági és egyéb világ körülmények vannak, háború, járvány, stb. Amit a médiából hallasz, amivel a legtöbb ember semmit nem fog tudni kezdeni. Érted? És itt a legnagyobb probléma nem a vírus lesz, mert a vírust vagy megkapta valaki, vagy nem. Nem a háború lesz, mert hála Istennek nem vagyunk benne, hanem a gazdasági helyzet lesz. Tehát a gazdasági helyzet az olyan lesz, hogy gyakorlatilag az infláció elviszi a vásárlóértékedet. Érted? És nem úgy vásárolni nem fogsz tudni, hanem örülsz, ha luk van a tudod ott hátul. Örülsz majd. Így van. Ha azt az életet éled tovább, amit most élsz. Milyen életet? Az átlag ember életét. Érted? A jövőben nem lehet átlag ember életet élni. Tehát vagy kezedbe veszed a saját életednek az irányítását, vagy helyetted senki nem fogja ezt megtenni. És nyilván, hogy tud az ember igazából jól túlélni? Hát nem egyedül. Családban könnyebb. De egy közösségben, amiben családok is vannak, még könnyebb. Világos ez? Hát még könnyebb. És itt nekünk van egy közösségünk, ahol az emberek nem interneten találkoznak, hanem személyesen. Interneten is tudnak találkozni, persze, természetesen, de elsősorban személyesen. Tehát az nem közösség, amely interneten van létrejöve. Az a közösség, ahol az emberek személyesen találkoznak, és személyesen tudnak egymással kommunikálni. Oké? Beszélni. És ez egy ilyen közösség, ahol vannak vezetők, ahol te is lehetsz vezető, ahol tudnak neked segíteni a vezetők, ahol te is tudsz majd vezetőként segíteni, mert most van a vezetői kiválasztódás. Meddig? Már nem sokáig. Emlékeztek meddig? 2026-ig. Így van, 2026 év végéig van a vezetői kiválasztódás. Az már nem olyan sok év. És addigra kiválasztódik, hogy kik lesznek azok, akik után mennek az emberek. Na most gondold végig, az aranykor egy olyan gyönyörű társadalmi forma,
ahol nincs szükség pénzre, ahol nincs olyan, hogy hiány, érted? Úgy értve, hogy valami az életedből hiányzik, nem lesz olyan, nem lesz. Körülbelül azzal, hogy az életedben minden szükségletedet biztosítani tud, 2-3 óra. Szor 5 az olyan 10-15 órát kell hetente tevékenykedned. Az nem túl sok. Annyit, mint most 2 nap alatt. Érted? És amire szükséged van, az minden rendelkezésre fog állnod. És nincs olyan, nem lesz olyan, hogy vezetők. Milyen vezetők? Tehát ilyen hatalmon lévő vezetők. Mert annak kell vezető, aki nem tudja, hogy mit csináljon. Aki tudja, hogy mit csináljon, annak nem kell vezető. Gondold végig. A háború előtt, amikor az emberek gazdálkodtak, ki vezette őket, hogy ők hogyan gazdálkodjanak? Senki. Érted? Egy vállalkozót, amelynek jól megy a vállalkozása, ki vezeti őt? Senki. Ő vezeti a vállalkozását. Világos ez? Nem kell őt vezetnie senkinek. Érthető ez? Ha egy család jól működik, akkor nem kell vezetni. Érted? Az jól működik. Oké? Tehát egy olyan fajta módon, ahol az emberek tudnak ezeken a területeken, mindent tudnak, nem kell vezető, hogy vezesse őket, nem kell megmondani, hogy most arra menjünk, most mondom példát, arra menjünk. Gyakorlatilag Európának volt egy vezetője 16 éven keresztül, úgy hívták, hogy Angela Merkel. Ő engedte azt, hogy az egész Európa liberális legyen, ő engedte azt, hogy bejöjjenek a bevándorlók, érted? Ő engedte azt, hogy olyan kapcsolatok alakuljanak ki, energiafüggések, amik kialakultak, érted? És gyakorlatilag az ő 16 éves munkásságának köszönhető most, hogy a Európa tönkre megy. Érted? Na, ilyen szuper vezető volt, és senki nem mondta neki azt, hogy rossz az irány. Senki. Mindenki elhitte, hogy Angela Merkel tökéletesen tudja, hogy az Európának merre felé kell haladnia. És úgy elszúrta az egészet, hogy most szívunk, mint a boci, érted? Európaiak. Na hát csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. És hiába volt mondjuk a Kohlnak a tanítványa, érted? A Helmut Kohlnak, egyáltalán nem azt az utat követte, amit a Helmut Kohl. Oké? Egyáltalán nem. Tehát ez csak példaként arra, hogy ha az emberek nem tudják, hogy merre felé kell haladniuk, érted? Akkor olyan embereket követnek, akik a susnyásba viszik be az embereket, érted? Szó szerint. Vagy a mocsárba viszik az embereket. Szó szerint. És most mondok másik vezetőt. Most mit tudom én, a mostani német kancellár azt mondta, hogy azzal kell a német gazdaságot megmenteni, hogy le kell állítani a német gazdaságot. Egy zseni. Így van. És akkor avval túlél, hogy nem csinálnak semmit, érted? Na, ilyen vezet, gondold végig, az elmúlt évtizedekben az egész Európában
volt-e egy normális vezető? Érted? Amelyik azt mondta volna, hogy ezt nem kéne így csinálni. Oké? Csak gondolj az elmúlt két év pandémia kérdésére. Érted? Tehát ezek a vezetők, ezek max buszvezetők, érted? Akkor autóvezetők. Hát ugye például a főpolgármesterünk még autót se tud vezetni. Na de már biciklizni se tud. Elfelejtett biciklizni, vagy mi? Ja. Na szóval lényeg az, hogy egy ember, aki tudja, hogy merre kell haladnia, érted? És tudja, hogy mit kell csinálnia, mi a feladata, és mikor, milyen problémánál mit kell tennie, azt nem kell vezetni. Érted? Azt nem kell vezetni. Tehát addig, míg ezek a vezető önjelöltek nem szúrták el az egészet el, addig egész normálisan működtek a dolgok, érted? És itt jól el lett minden baltázva. Oké? Hát gondold végig, hogy kitalálták azt, hogy úgy kell a klíma felmelegedést csökkenteni, hogy permetezzünk a levegőbe alumíniumot, mert az visszaveri a fényt. Érted? És ebbe belementek az államfők. Sorba. És az alumínium egy méreg. Érted? Egy méreg. Az bekerül a szervezetbe, az alumínium, érted? Mérgezi a szervezetet. Ha nem gondolnak arra, hogy ők is beszívják az alumíniumot? Akkor gondold végig, a vezetők olyan fajta energia programokat vezetnek be, érted? Amivel hátba lövik saját magukat, illetve az emberiséget. Mivel? Hát gondold végig, az autóknál kitalálták azt, hogy minél kevésbé szennyezzék a levegőt. Az erőművek sokkal jobban szennyezik a levegőt. Sokkal. Érted? És kitalálták azt, hogy hát ez egy megoldás, hogy akkor az emberek villanyautóval, meg hibrid autóval járjanak. Közben ezzel hátba lőttük saját magunkat, mert sokkal több áramra lesz szükség, és hogy állítják elő? Sokkal környezetszennyezőbb, mintha üzemanyaggal járnának az autók. Érted? Ugye én autószakember is vagyok, mert autószerelő mestervizsgám van. És én tudom, hogy az autó hogy működik. És tudod, mit láttam? Azt, hogy például a legkevésbé szennyező az a gáz, ha gázzal járnának az autók. Érted? Tehát ha üzemanyagot nézünk, akkor gáz. Azt lehet tankolni, mindent lehet vele csinálni gyorsan, és legkevésbé szennyező. És jellemző, hogy az autók gázzal járnak? Nem. Nem jellemző. Tehát itt van a problémánk például a gáz. Ugye, de nem tudom, tudjátok-e, hogy 10 évvel ezelőtt ugye felfedezték, hogy ugyanúgy, mint Amerikában, rengeteg palagáz van alattunk. Tehát palagáz. Ugye az Amerika is, mióta exportálja a gázt, a palagáz miatt exportálta.
exportálja. Addig, míg a palagázt nem termelték ki, míg sokkal olcsóbb volt venni a gázt, addig nem termelték ki a palagázt, hanem vették inkább a gázt. De mióta kitermelik, exportáló Amerika, gázexportáló. De csak a palagáz kitermelése óta. És Magyarország alatt is rengeteg palagáz van. Csak eladtuk a franciáknak a gáz területeinket. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy gondoljuk végig, tehát ezek a vezetők, ezek nem vezetők, ezek mondom autóvezetők maximum. Szóval én azt látom, hogy nem az emberek, nem az emberiség érdekeit képviselik, hanem mint a ilyen folyamatos ostobaságokat követnének el. Szándékosan. Szándékosan. Akár. Tehát gázhiányunk van, az közben palagázt ki lehetne termelni. Nekem nem mondja senki azt, hogy mit tudom én, 10-szeresére emelkedett a gázára. Hát nem tudod, hogy tud 10-szeresére emelkedni. Hát a tőzsdén nem emelkedett 10-szeresére a gázára, max duplájára. Hogy lehet 10-szer annyit kérni érte? Tehát ha már ennyiért vetetik meg a lakossággal ugye a gázt, akkor gondold végig, nem olcsóbb lenne kitermelni a palagázt? Sokkal olcsóbb lenne. És miért nem csinálják? Szóval, ha azt gondoljátok, hogy azok a vezetők, akik ma a Földön vannak, hát most mondok egy másikat. Amerikai Egyesült Államok vezetője. Hát egy szenilis, demens ember, érted? Demenciás, demenciába szenvedő ember. És olyan az amerikai elnök. Röhely. Hát egyszer röhely. Hát mondod végig. És azt választották meg amerikai elnöknek. De a német elnök se jobb, érted? Az is. Szóval lényeg az, hogy gondoljuk végig, hogy a vezetőkre, nem, akik most vannak a világban, nem lehet jót várni. Tehát itt vagy az életed irányítását a kezedbe veszed, hogy ne kelljenek hatást gyakorolni rád a vezetőknek, érted? Ne gyakoroljanak hatást rád a vezetők. Hát vagy nem csinálod, és akkor éled tovább. De akkor sajnos az a túlélésedet fogja veszélyeztetni. Érted? Mert azt érik el, hogy te egyre az ostobaságaik miatt, hogy egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerülj, addig még meg bele nem halsz. Tehát az ember élete, az addig él egy ember, ameddig viszonylag jobb állapotban tud lenni. Amikor az hangulata teljesen leromlik, belehal a hangulatromlásba. Érthető ez? No, hát körülbelül ennyi fér bele itt az első részbe. Ha szeretnél fejlődni, és szeretnéd a jövődet biztosan, biztos kezekben tudni általad, hát akkor itt a helyed. Ha nem, akkor éled úgy az életedet, ahogy akarod. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, mindenkinek sok sikert kívánok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezt a fantasztikus első részt ismét Szedlacsik Miklósnak. Egy kis ízelítőt kaphattunk a PPH témájából és a hangulatból, ami itt van. Egyébként itt személyesen nagyon jó hangulat van. Mi azért járunk ilyen messzire adásokra, hogy benne legyünk ebben az energiában, ami itt van a teremben. Azt javaslom neked, hogyha gondolkozol azon, hogy tanulóvá váljál, akkor ne sokáig gondolkozzál.
A tandíj az inflációhoz képest szerintem már elenyésző. Első hónap ugye 19.800 forint, második hónaptól 19.007, második hónaptól 9.800 forint. Javaslatunk ugye az, hogy 3 hónapot próbáld ki, akkor körülbelül át fogod látni, hogy mekkora dologba kerültél bele, és hogy miket lehet itt tanulni. Kevesebb idővel biztos nem, mert már csak a weboldalnak az átböngészése is több hónap, amennyi dolgot lehet ott is tanulni, olvasni, ismerkedni avval, hogy hogy is épül fel az egész PPH. Sokan a YouTube-on nézik az előadásokat, és azt hiszik, hogy elég. Az nem lesz elég a jövőbe. Azok a bemutató előadások nagyon kevés. Több kell. Kellnek a tanítási részek, kell, hogy benne legyél az egész szervezet energiájába, a lüktetésbe, ami itt van. Ezt megtapasztald. Biztatok rá mindenkit, hogy kezdje el a képzést. Ugye most már vannak vezetők, kezd felállni az egész rendszer. Ahhoz csatlakozol, akihez akarsz. Tudod nézni élőben az előadásokat, internetről, felvételről tudod nézni, letöltheted, jegyzet van hozzá, eljöhetsz élőbe, szemináriumok vannak, teljesen rugalmas, a lehetőségek tárháza végtelen a PPH-ban. Igazi baja? Ez így van. Én igazából 4 hónapot vártam, vagy arra, hogy tanulóvá váljak, és most már azt mondom, életem egyik legjobb döntése volt. Aki te most hallgatsz minket, ne várj tovább, hanem gyere el és győződj meg arról, hogy valóban mi van itt. Milyen a közösség, valóban az, hogy milyen valóban a Szedlacsik Miklós, aki azért van, és ezt mi már tapasztaljuk tényleg több éve, és már egyre többen vagyunk, és tapasztaljuk, hogy ő tényleg azért van, hogy átadja nekünk azt a tudást, amivel be tudunk kerülni az aranykorba. Mint ahogy beszélt itt az első részben, hogy ha nem vesszük kezünkbe magunk életünk irányítását, úgy el fog vinni ez a világ minket, hogy valóban visszakerülünk a őskorba, és ezt ha valaki nem látja tényleg, hogy amerre halad a világ, akkor hát akkor ő ezt választotta. De ne válaszd ezt, mert itt tényleg megvan az a tudás rá, amivel egy sokkal boldogabb életet tudunk élni. És nem csak a saját életünket, tehát persze mindenki, én úgy látom, azért jön ide, mert hogy teli vagyunk problémákkal, már aki szembesíti valóban magával, és belátja, hogy nem úgy működik az életem, ahogy szeretném. És először azért jövünk ide, hogy valóban tegyük helyre az életünket. És amikor eltelt itt egy jó pár év, akkor azt láttuk, hogy valóban ahhoz, hogy helyre tudjuk tenni az életünket, a tudáson kívül valóban kell egy olyan közösség, ahol van egy hatalmas összetartás, és egy a cél. És tényleg, amikor így együtt vagyunk, mint ahogy mondta is most a párom, vagy van a szeminárium, olyan energia van, és olyan erő, és olyan szeretet, amit ahol máshol nem tapasztaltunk meg. És én azt mondom, hogy ne gondolkozz rajta, gyere, próbáld meg, nézd meg. Tényleg valóban a tandíj egy, azt mondhatjuk már, egy csekély összeg, tehát megfizethető teljes mértékben, és döntsd el. De ne hallgass másra, hanem gyere el és nézd meg valóban, hogy mi is van itt. Tegnap olvastam egy könyvet, ami hasonló témákat pendít meg, mint amik itt szoktak elhangzani. És több évtizeddel ezelőtt leírta egy akkor már gondolkodó ember, hogy a világot nem a vad és céljukat tudni vágyó emberek fogják bedönteni, és nem azokkal lesz a baj, hanem a rengeteg ember, aki már engedelmes és fejet hajt, és nem áll a felelősséget semmiért. És ezt lehet látni mindenhol, hogy a felelősségvállalás hiánya, és nagyszerűen be lehet ezt takarni mindenféle álcéllal, hogy én spirituális vagyok, meg ezt csinálom, meg azt teszem, és én ezért teszek, azért teszek, és közben remekül lehet azt tenni, hogy nem vállok semmiért felelősséget. A PPH-ban az emberek szervezésével is azt vállaljuk föl, hogyha már beállok szervezőnek, hogy felvállalom a felelősséget az emberekért, magamért, egy jó célért. Ez az, amit nem akarnak az emberek. De hogyha ezen átlépsz és elkezded ezt az utat, akkor döntéseket hozol, amivel felelősséget válasz magadért, egy jobb jövőért,
bármi, ami jobb lehet, egy jobb párkapcsolat is lehet a cél. Hogy az, hogy az anyagi dolgaid rendeződjenek, vagy hát a 10 téma, ami itt van, hogy ezek ki fognak egyensúlyozódni, akkor te felelősséget vállaltál valamiért. Ami ma nem jellemző az emberekre, ugye hát itt volt a Covid, oltassuk be magunkat, és akkor elkezdték beoltatni magukat. Elmúlt a Covid, jött a háború, most jaj, mi lesz velünk, mert ugye infláció van, meg mekkora lesz a rezsi. Hát mi lenne, ha nem a kormánytól várnád, hogy megoldja neked, hanem valamit tennél érte. És ha már van tudásod ezekben a témakörökben, akkor már tettél érte. Mert máshogy fogod látni a világot, hogy van lehetőséged neked választani dolgokban, és nem mások fogják megmondani, hogy mibe válasszál. És akkor megyünk arra így, mert azt mondták, hogy jó lesz. Mi volt eddig jó? Az előbb elhangzott. Minek volt jó vége mostanában így? Semminek. Neked olyan tudás kell, ami egy másik jövőt mutat. És lehet, hogy még most elsőre, másodikra, tizedjére hallgatod az első részeket, hihetetlen, hogy itt egy ember, aki ezt meg tudja nekünk mutatni, hogy merre menjünk. Nekem már ez nem hihetetlen. Én ezt elhiszem. És tudom, hogy meg lehet csinálni. Minél több ember lesz itt, aki ebben a tudással él, annál erősebb lesz az az irány, amivel túl lehet élni az egész káoszt, ami következni fog. Mert még a java hátra van. Egyedül ez nem fog menni. Egyedül otthon ülve nem. Fel kell vállalni a felelősséget magunkért. Köszönjük szépen. Ibolya, mondasz még valamit? Én már most nem. Szóval gyertek és tapasztaljátok meg. Most 30 perc szünet fog következni. Utána önbizalom teremtő coachképzés lesz. Hát ugye az megint egy mekkora téma az önbizalom, hogy micsoda káosz van bennünk avval kapcsolatban, hogy mi az, hogy önbizalom és nem ego. Szóval roppant érdekes téma. Tehát 30 perc pontosan, 19.15 van, 19.45-kor folytatjuk. Köszönjük szépen, szeretünk benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen!